márciusban lesz a születésnapom, a 20. És először el sem hittem, hogy beválogattak, de nagyon örültem neki. Akkor ez egy születésnapi ajándék is lesz. Izgulsz? Most már annyira nem, de mikor megérkeztem, akkor még nagyon izgultam. Fotóztak már egyébként? Az egyik ismerősem igen, neki egy profi gépe van, és ő fotózott, viszont teljesen más volt a légkör. Látom, hogy Eszternek egy ombre hajszínt készítettél. Ez azt jelenti, hogy akkor a következő szezonban, tehát tavasz és nyári szezonban még mindig menő az ombre? Abszolút virágzását éli ez a divat szín. Annyit változott az előzőekhez képest, hogy nagyon besötétített a tő. Igazán Eszternek nem kellett sötét tövet festenünk, mert sötét volt a haja, úgyhogy csak rá világosítottunk a végére. Nagyon fontos, hogy a vége az direkt ilyen hajszín, tehát ez a sárgás aranyszín, ez ehhez a sötéthez nagyon-nagyon divatos, tehát nem kell túlságosan átszőkíteni a hajvégeket. Csak egy hosszú hajú lány csináltathat magának ombrét, és mondjuk egy rövid hajú lánynak teljesen reménytelen a történet? Én azt gondolom, hogy itt nincs rövid vagy hosszú haj, egy technika van, és azt meg tudjuk csinálni. A végeredmény egy ilyen nagyon nőcis hatás lett. Hogy csináltad ezt meg? Hogy tudom mondjuk ezt én otthon elérni magamnak? Általában ez, ugye régen ezt berakták ezeket a hajakat. Most én szárítóval szárítottam, egy ilyen sodrot technikát készítettem, ami otthon azért nehéz. Én azt gondolom, hogy ezt a frizurát a legkönnyebben meleg csavaróval lehet elérni. A meleg csavarózás az egy nagyon könnyű technológia, szóval otthon a legegyszerűbb ezzel elkészíteni ezt a frizurát. A meleg csavarokat kiszedjük, és utána előre dobjuk a fejünket, egy kis lakkot ráfújunk, és utána hátra egy picit megigazítjuk, és tökéletes lesz a frizura.